Egyrészt mi mindig ismételjük és azt mondjuk, hogy mennyire fontos, hogy terjesszük a bölcsességet, hogy terjesszük ezt az egész világnak, amikor a mértékben ez lehetséges. Másrészt viszont van ez az attitűd, hogyha valaki nem áll készen még, akkor hagyjuk inkább őket magukra. És például nézzük a vallásos embereket, akkor látjuk, hogy ők teljesen másképpen dolgoznak, ők küzdenek ellenünk, nem érdekel nekik semmit. Mi a kérdésed? Miért? Miért van az? Azaz, hogyha ez ennyire fontos, akkor miért van ilyen passzív attitűd a mi részünkről? Rav. Azért, mivel ők úgy dolgoznak, hogy nekik nem kell korrigálnunk a vágyat, nekik nem kell a szemét elhozni tudatossághoz, nekik nem, ők nem azért dolgoznak, hogy kiváltsák, hogy létrehozzanak egy szabad választást a gonosz felismerésével a szemében, ők nem fejlesztik a szemét, hogy a szabaddá váljon, és akkor ebből a szabadságból döntést hozzon. A vallás nem erre megy. Ők a személyre ráhoznak egy bizonyos vakítást, lehunják a szemüket, mindenfajta ígéretekkel felfújják a szemét, egy teljesen más formájú oktatással, más keretek között, félelmen keresztül, hogy félik ezt a világot, a következő világot, félik a jutalmat, a büntetést. Ennél fogva ők a mi világunk keretei között dolgoznak a bot és cukorka formában, vagy botot kap, vagy cukorkát. Mi azáltal, hogy a kabala bölcseletével foglalkozunk, mi a szívben található pontot akarjuk növelni az ember egója mellett, fölött, hogy a személy a kettő között legyen, a jó és az úgynevezett gonosz hajlam között, az ego között, ami a gonosz hajlam, és a szívben található pont között, ami a jó hajlam, és akkor a személy középen lesz, szabad mind a kettőtől, szabad helyen, és akkor képes valóban szabadon választani, hogy melyik irányba akar menni. Pontosabban, helyesebben kifejezve, hogy a személy képes legyen használni a gonosz hajlamot a jó hajlam érdekében, tehát hogy mindkettőt felhasználva jó irányba, és így haladunk előre minden alkalommal két lábon járva, úgymond, és a választás mindig az ember kezében van a kettő között. Mi egy olyan módon dolgozunk, hogy mi az Ádámot, a beszélő részt növeljük a személyben, amely már hasonlóvá válik a teremtőhöz, amely képes szabadon beszélni, képes azt mondani, amit akar, nem fél semmitől, nincsen következő világ, nincs semmi, minden rajta múlik itt és most, mindent én csinálok, nincsen jutalmazás, nincsen büntetés, nem kell félni semmitől. Mi megnyitunk mindent a személy számára, és most, hogy mi látjuk, hogy semmi, hogy tegyél, amit csak akarsz, akkor most hozz rá döntést, hogy mit akarsz. Ez jelenti azt, hogy itt te megszereztél valami fajta új attitűdöt az élethez, egy új hozzáállást, ami teljesen leszakadt arról, amely most vagy, aminek megszülettél. Azaz, hogy egy felemelkedés van, egy teljesen új dimenzióban, az a személy a saját személyiségét növeli, építi, egy új személyiséget épít, amit úgy nevezünk, hogy Ádám, azaz, hogy Dom Elebore, hasonló a Teremtőhöz.